Most komolyan mondom, én nem tudom már, hogy tényleg mit gondoljak, hogy mi lesz még itt, vagy még mi történhet. De az, amikor ilyen híreket olvasok, hogy tényleg 4 nőt megerőszakolnak, az egyikhez nem ment ki a rendőr, pedig a nő tényleg összeverte a férfi, véres volt a nadrágja, véres volt a ruhája, minden. A nő belerugott a férfibe, az is vérzett. Tehát rengeteg DNA-t tudtak volna magáról a helyszínről is találni. De ez a srác egy bevándorló táborban lakik. Egy ilyen kamuflázs nadrág volt rajta, amit a bűncselekmény után gyorsan kimosott, és kiakasztott az erkélyre. Na most ez egy kis falu, tehát mindenki mindenkit ismer, és amióta ez a tábor ott létesült, azóta rengeteg probléma van, mind ahogy ezek az erőszakos dolgok is. A rendőrség azt mondta a nőnek, hogy hát sajnos nekik erre nincsen rezursuk, hogy ők most oda kocsit kiküldjenek. Tehát ezek szerint ez a fajta bűncselekmény, ez itt nem prioritérez. Tehát ők ezekkel nem foglalkoznak. Tehát az, hogy megerőszakolnak valakit, ez nem érdekes, nekik erre nincs idejük. Másnap, amikor a nő bement a rendőrségre, akkor fölvették ezt a jegyzőkönyvbe, meg minden, de nem foglalkoznak vele, mert azt mondják, hogy fogják megtalálni azt, aki tette, mert már nincsenek nyomok. Ja, hát azért nincsenek nyomok, mert tegnap nem akartak ugye előző nap kimenni. A másik, ez, amikor azt mondják, hogy a nő, akit éppen megerőszakolnak, az miért nem akkor telefonált, amikor épp a bűncselekmény történt? Na most jó lenne, hogyha ezt nekem elmagyarázná valaki, nem tudom, ne telefonáljak be reggel a rendőrségre, mert már tényleg az agyamat eldobom, mert nem bírom, hogy ezt hogy gondolják el, hogy egy nőről lerángatják a nadrágot, megpróbálja megerőszakolni, és akkor szóljon neki, hogy egy pillanat tudnál várni, mert most ki akarom hívni a rendőrségeket, és akkor azt mondja, persze nyugodtan, akkor addig álljunk le, elszívok egy cigarettát. Hát komolyan mondom, ez egy dili házit, mert én nem hiszem el, hogy ilyen van. És számomra ez egy olyan dolog, hogy én 31 éve, amikor én betettem a lábam ebbe a tetves országba, akkor még ez nem volt. Tehát akkor a svédeknek még volt eszük. Tehát nem tudom, hogy mi történt, hogy itt mindenkinek egyszerre elment az esze, vagy nem, de mégse, mert ma olvastam a Facebookon van egy oldal, ahol szintén marhára fel vannak háborodva ezek miatt a dolgok miatt, és ott nem egy svéd férfi írta, hogy tényleg jó lenne most már összefogni, tényleg meg kellene védjük a nőket, mert a rendőrségre nem számíthatunk. És mi van akkor, amikor egy ország már nem számíthat a rendőrségre? Mi van akkor, ha már nekünk magunk kell védekeznünk, de mi nem védekezhetünk, mert nálam nem lehet kés, nálam nem lehet fegyver, de a haveroknál lehet. Most akkor mi lesz? Tehát én menjek úgy ki az utcára, mint szabad préda, és ha valaki engem el akar kapni, egy kést a nyakamhoz szegez, akkor én nem tudok védekezni. Hát ez nekem így marhára nem fog smakkolni, úgyhogy engem nem érdekel, hogy ez mennyire lagli, meg mennyire nem. Legszívesebben szereznék egy sokkolót, vagy valamit, mert én valamit fogok csinálni, mert én nem fogok itt sétálni se a kutyával este, mert az emberem már tényleg a frász jön, mert hogyha már ilyen nyíltan megmerik csinálni, hogy elkapják a nőket, és nem is volt késő, tehát ez volt olyan, amelyik nappal történt, akkor itt még mi lesz? Hát ez már verre, mint Chicago. Hát itt komolyan mondom, nem tudom, hogy mit lehetne tenni. Azt is meg ma olvastam, egy másik dolog, hogy a buszsofőröknek a 99%-a külföldi, és azok azt csinálják, hogy a külföldieket ingyen fölengedik a buszra, de a svédektől követelik a buszjegyet. Úgyhogy én nem tudom, hogy hol élünk, én nem tudom, hogy még ebből mi lesz. Gondoltam, ezt még így gyorsan elmondom nektek. Kijöttem ide szépen este sétálni a tengerpartra, de mikor ezt a híreket meghallottam, komolyan mondom, szétmegy a fejem. Hát szép jó estét nektek, nekem nincs meg. Szevasztok!